hogy végre magyar csapat bejusson a Bajnokok Ligájában a legjobb 16 közé. Soha nem volt még magyar bajnok a Bajnokok Ligájában, belga pedig mindig volt. Gyakorlatilag telt ház van itt az Üllőúton, csupán a belgáknak fenntartott szektor üres valamelyest, de oda természetesen ferencvárosi szurkolókat nem helyeztek el. Hiába voltak a drága jegyárak, az 1900 forintos jegyárak. Voltak, akik ezt meg tudták fizetni. Kétségtelen azonban, hogy vannak olyan szurkolók is, akik hóban, fagyban kitartanak a csapat mellett, de ennyi pénzt nem tudtak a ferencvárosra áldozni. Reméljük a képernyő előtt pótolja majd a helyszíni élményt kedvenc csapatuk. Ismerkedjünk meg talán a főszereplőkkel. Az Anderlecht összeállítása a képen. A kapuba visszatért az eltiltása miatt Brüsszelben nem védő Philippe de Wilde. Róla annyit érdemes tudni, hogy természetesen belga válogatott, négyszer volt belga válogatott. Sokan jobb kapusnak tartják, mint Prödomot, akit viszont sokan a világ legjobb kapusának tartanak. Az biztos, hogy a csapat egyik legjobbja. Krasson, Babajáró, Grün, Doll, Wallem, Karagiannis, Préko, De Wilde, mind-mind ismerős nevek. Bruno Fersável került be a svéd Zetterberg helyett a csapatba, 11-essel pedig Boffen, és új az edző is, Jean Dox. A ferencvárositól elszenvedett vereség után még a Charleroi-tól is kikapott bajnoki meccsen az Anderlecht és így Herbert Naimant kirúgták, eltanácsolták, helyette jött Jean Dox. A ferencváros összeállításában is van változás. Hajdu, Simon, Telek, Kuznyecov, Kecskés, Kuntics, Pálin, Kopunovics, Nyilas, Listes. Eddig teljesen ugyanaz, mint Brüsszelben volt. Vince Otto került a csapatba, mert Albert sérüléssel bajlódik. Hatalmas hangzavar közepette a skót játékvezetői hármas, pontosabban a tartalékbírói skótkát négyes vezetésével érkeznek a csapatok. Leslie Mottram vezeti majd a mérkőzést, tapasztalt bíró, 44 esztendős, a világbajnokságon is vezetett meccset. A Ferencvárosnak még soha nem fújt, az Anderlechtnek egyszer igen, tavaly a Bajnokok Ligájában az Anderlecht Steaua a Bukarest mérkőzésen bíráskodott, akkor 0-0 volt a végeredmény. Mosolygós fiatalember Mottram, reméljük szerencsénk lesz vele. Nehéz lenne meghatározni, hogy melyik csapat ennek a mérkőzésnek az esélyese. Ha a két héttel ezelőtti teljesítményeket vesszük alapul, akkor azt kell mondanom, hogy mindenképpen a Ferencváros. Brüsszelben legalább olyan jól, de megkockáztatom, jobban játszottak, mint a lilafehérek. 1-0-ra nyertek Kuntics góljával, és itt gyakorlatilag csak meg kell tartani ezt az előnyt, de nem szabad döntetlenre játszani. Ezt külön kihangsúlyozta Novák Dezső és valamennyi ferencvárosi játékos, akivel találkoztam a mérkőzés előtt, az megerősítette ezt. A csapatkapitányok a képen a két középhátvéd Telek András, aki Brüsszelben a mezőny legjobbja volt, és a három világbajnokságot is megjárt, a Parmával kekket nyert, és az Anderlechttel is kupagyőzelmet nyert George Grün, Nomega játékvezetői négyes. De az Anderlecht nagyon-nagyon kemény csapat. Majdnem, hogy anyagi csődbe jutna a brüsszeli klub, abban az esetben, ha nem jutna be a Bajnokok Ligájába a legjobb 16 csapata közé. Ők úgy kalkulálják a költségvetésüket, hogy biztos, hogy bejutnak. Tehát erre alapoznak. Arról minden újság, minden sajtóorgánunk szólt, hogy mennyire alapozhatná meg a Ferencváros jövőjét egy esetleges bejutás, majd 8 órakor a Telesportban a legfrissebb adatokat. Önök is meghallhatják, hogy sikerült beszélnünk az UEFA illetékeseivel. Csak annyit, hogy 2 millió svájci frank jár a bejutásért, és 900 ezer svájci frank a Bajnokok Ligájában egy-egy győzelemért, de a részletekről mondom majd a Telesportban. A Ferencváros megpróbálja majd ugyanazt játszani, mint Brüsszelben, tekintettel arra, hogy megint az Anderlechtnek kell majd rohannia, ha még nem mondtam volna a nagy kapkodásban, zöld-fehérben a Fradi, és fehérmezben lila csíkokkal az Anderlecht. Már is rossz a labda, miközben Hajdú Attilát látjuk a képen. Mottram hisz Nyilas Eleknek, és rögtön kicserélteti a labdát. Amennyiben az Anderlecht egyékkel játszik, De Wildével, aki biztos, hogy előre toltan fog szerepelni, őt Kuznyecov
próbálja majd semlegesíteni, reméljük úgy, ahogy az Brüsszelben tette. Akkor, mivel Albert nincs, Lisztes Krisztián lesz amolyan hátravont középcsatár a középpályásor előtt. Amennyiben két égkel játszana az Anderlecht, akkor Simon is embert fog. Vince Otto a jobb oldalon játszik, Pálingatól egyre beljebb, Lisztes pedig a bal oldalon, Kecskéstől egyre beljebb. És Nyilas lesz középen, mondvá, hogy ő jobban tud védekezni egy kicsit, mint Lisztes vagy Vince Otto. Simon révén indul előre a Ferencváros. Elkezdődött tehát a várva várt nagy mérkőzés. Vince Otto. Kecskés kap labdát az Anderlecht tér felének közepén. Kecskés. Lisztes. Nem találta el rendesen. Krasson veszi le. Kecskés már szerel, Kuntics pedig labdát szerez. Kuntics. Lisztes ez nem jutott el. És rögtön Krasson vágja a nézők közé, a nézők boldogok. Egyrészt kaptak egy labdát, másrészt támad a Fradi. Egy perce folyik a játék, Kecskés dob. Lisztes, vissza Kecskésnek. Újra Lisztes. Baba Járó vágta ki a labdát, Vince Otto hozza a játékba Nyilas Eleket. Nyilas. Szabálytalanság. Bruno Fersával volt szabálytalan. Fersával az első mérkőzésen csak csere volt. Most viszont kezdőember. A Mehelentől jött 1991-ben 2,7 millió dollárért vették. Nem volt olcsó. Vince Otto. Brün találta el, pedig kapu felé szállt volna a labda, a Boffin. Nem volt még kint, Pálint veszi le rosszul. Baba Járó vágja ki, és ezt nem tudja elérni Préko. Egyelőre még nem lépte át a félpályát az Anderlecht. Az a csapat, amelyik az új edzővel Jean Dobszal 4-0-ra nyert hétvégén bajnoki mérkőzésen. A csapat javuló formában van, pszichikailag is összeszedték magukat, de kétségtelenül bennük van az, hogy nekik itt ma nyerniük kell. Reméljük nem fognak. Nyilas. Kecskés. Nagyon sokat volt játékban az eddig eltelt 2 perc során. A brüsszeli mérkőzést azok kedvéért, tehát Kuznyecov őrzi, de Vildét, Préko is elől van, őt fogja majd Simon, és a két szélen felfutó embereket pedig Pálink és Kecskés semlegesíti, különösen Boffent a bal oldalon, Pálink a nagy versenyfutásban lesz majd. Simon, Kuntics, az első találkozó gólszerzője, Kuntics, Baba Járó mellett, Krutka beteg, Keller még érzi a sérülését, közben Kuntichot látjuk a képen. Ők nem játszanak, 3 idegen légióst lehet nevezni. Kuntics, Kopunovics, az egykori szabadkai csatár kettős van elől. Kuznyecov meg az emberfogó, úgyhogy Fatusi és Milovanovics nem is lett benevezve erre a találkozóra. És Albert is sérült. Úgyhogy a cserepadon ülnek olyan játékosok. Gondolok itt Koller Ákosra, vagy Vince Gáborra, Vince Otto öccsére, akiknek sosem léptek pályára az első csapatban. Kuntics. Sárga lap gyanús. Igen. Baba Járó kap sárgát. 4. perc. Kuntics lódul meg. Baba Járó kézzel, lábbal. Inkább kézzel. Ottrem nem habozott. Forró hangulatú mérkőzésre van kilátás. A skót bíró ez hozzászokott. Ez a szabálytalanság pedig kétségtelenül alapot ér. Kecskés, Nyilas és Vince Otto van ott. Lisztes háttal egyelőre az Anderlecht kapujának. Sorfalat kér Philippe de Wilde. Vince Otto. De Wilde ért oda a bal oldalra. Nem volt különösebben erős a lövés, de jól helyezte Vince Otto. Ez nem okozhatott gondot de Wildének. Kecskés irányába száll a kirúgás. Kopunovics. Nagyon bátran kezd a Ferencváros. Kim volt már a labda, sajnos, úgyhogy így dobás következik. Karagiannis. De Wilde. Grün a csapatkapitány. Perszámel. De Wilde.
Kopunovic. Hétvégi bajnokin a Békés Csaba ellen csak csere volt Kopunovic, de gólt szerzett. Ezért játszik ő, meg az összecsúfoltság is mellette döntött. Katusi így szorult a lelátóra. Simon. Kuntics kérte volna. Kuntics játszott el azt, hogy gól szabálytalan volt. Nem így történt, valljuk meg őszintén. Karagiannis. A görög származású játékos. Ez Kuznyecové. De Vilde pont a másik irányba mozdult. Telek. Simon. Aki több napja nem alszik már, annyira mérkőzésre koncentrál. Páling. Belelépett az indításba Buffen. De nem ment ki a labda. Préko felé. Kuznyecov. Hoppá, Préko ellopta. Kuznyecov visszaszerezte. Jól van. Nem is rúgja el vaktában, kecskés. Inkább kifelé, a bal lába felé. És most egy picit fellélegezhetünk, bedobás. 6 perc telt el a mérkőzésből. Ja, Préko a képem. Ő gólt rúgott a hétvégi bajnoki, amikor 4-0-ra nyert az Anderlecht. Lisztes. Kecskés. Toll. Ő birkózik Kopunovicsal, két hihetetlenül vehemens és erőszakos játékos, nagy párharc lesz. Telek. Kopunovics. Lisztes. El lehet hozni, lecsúszott a lábáról a labda az indítás pillanatában. Krasson nagyon szívesen jön előre. De Bilde. Megtartotta, Navajáró hagyja Vállemnek. Perszável. Vince Otto kicsit nehezen illeszkedett be a Ferencváros csapatjátékába. Reméljük a mai mérkőzésen nem lesznek ilyen gondjai. Baba Járó, a nigériai fiú, 78-as születésű. Simon mellett is elvinné, Simon odalépett. Ottrem szabadrúgást ítél. Fogott Simon. 8. perc. Vállen veszélyeztetheti a magyar kaput egy beívelt szabadrúgással. Hajdú. Szépen jött ki Hajdú Attila, aki a Ferencváros egyik legbiztosabb pontja a bajnokságban, eddig minden mérkőzése jó teljesítmény nyújtott. Már Krasson lökését lefújta egyébként Mokrem, úgy Hajdú a szabadrúgást végzett el. Doll, kicsit meglökte Kopunovicsot, de Mokrem tovább engedte. Brittföldön ez nem szabálytalan, ez viszont igen. Perszável húzta el nyilas lábát. Kopunovics. Doll szerelte. Türelmetlenkedjen az Anderlecht, ezt mondta Novák Dezső. Türelmesen kell játszani, és nem kis hitűen. Kezezés, szabadrúgás befelé, Baba Járó kezére pattant a labda. Ugyanis az előny nálunk, ezt ne felejtsük. Újabb jó pozícióból jár a szabadrúgás a Ferencváros javára. Kecskés mutatja a játékvezetőnek, aki egyelőre hátat fordít neki, hogy mérje ki a 9 métert. Ottrem tudja a dolgát enélkül is. Nyilas is magyaráz. Nyilas. Közel volt a sorfal, nem lehetett elrúgni. Nyilas jó megoldást választott. Nyilas még. Kirúgás. Vállen és Nyilas a képen. Ez a 11. hazai bek mérkőzés a Ferencvárosnak. Sem a régi, sem az új Üllőjúti stadionban még nem kapott ki soha a Fradi bek meccsen. Grün. Ez Hajdúér. Ez a megmozdulás is tapsot kap. Hajdú nagyon együtt él a játékkal. Kopunovics. Viszonylag hátul, Kuntics viszont szokott helyén elől. Most ő birkózhat Dollal. Szabadrúgás.
birkózásban jobb volt, a szabályos szerelés művészete azonban nincs még nála teljesen elsajátítva, azt még nem sajátította teljesen el. Kunticsot nehéz tartani. Nyilas. De Vilde fogja meg. És már rúgja is Préko irányába. Simon fejel. Emberhez még hozzá. Kecskés, jó pörgítés. Vince Otto, kifutottak most a fehér mezesek, Les. Kivéve Kunticsot. Pálink felé szállt először a labda. Pálink azonban visszafelé futott, nem akarta megjátszani. Ezért nem fújta le Motrem. Kuntics nem volt lesen, ő mélyről indult, annyira mélyről, hogy nem is érhette el ezt a labdát. Doll. Grün. 11. perc, 0-0. Összesítésben egy góllal jobb a zöld-fehér csapat. Kuznyecov előzte meg De Bildét. Doll. Grün. Ő is előre merészkedik. Bálem. 35 méterre a kapunktól. Itt van George Grün. Emmerz és Josip Weber változatlanul sérült. Ők nem játszanak az Anderlechtben. A brazil játékos Reinaldo pedig pontosan azon a napon érkezett Brüsszelbe, amikor a Ferencvárosa játszott backmatchet. Az Anderlecht, ő még nem szerepelhet. Nincs is szerződése. Trasson. Bálem. Mindezt elmondhattam, mert hátul adogatnak a belgák, nehezen jutnak előre, és előre jutnak, akkor is megállítja őket Simon. Bálem. Préko estében csak hátratolt, a Boffin jön befelé. Perszável gurítja vissza. Vigyázzunk. Krasszon van elől. Nem. Ez sem volt 11-es. Nyilas. Mehet tovább a játék. Pálind. Krasszon fejéről kerül tovább a labda, De Bilde. Karagiannis. Válem, lassan lövőhelyzet. De csak nagyon lassan. Pálind szorintja kijebb ellenfelé Perszávelt. Szável is ballábas, kipörgeti jobbra. Krasszon. Gyenge. Ha csak nem az volt Krasszonnak a célja, hogy játékba hozza saját szurkolóit. 13. perc, mint látható a képen, gól még nem született. Hát igen, Krasszon fölbukott. Lehet, hogy Simonnak egy kis köze azért volt a dologhoz. Maradjunk annyiban, hogy Hajdú rúgta ki a labdát. Baba Járó vissza. Lisztes. Szép továbbítás, Vince Otto nem tudta jól lekezelni. Boffin. Perszável, Préko. Már ott van Simon. Simonnak nem lesz könnyű dolga egyébként Prékóval. Nyilas. Nyilas nagyon jó a labda kihozatalban, ezt már Brüsszelben is észrevehettük. Vince Otto. Jó meglátás, csak hosszú volt a labda. Nem baj, csak nem letörni Vince Otto. Válem. Kiegyenlített lett a játék most. Az első percekben inkább a Fradi támadott, most följöttek a belgák. Kuznyecov. Kecskés még megpróbálja elérni. Próbálkozását sikerkoronázta. Kuznyecov vissza. Jó labda kihozatal. És mi dobunk. A bírót is tapsolják az üllői úton. Ő itt érte meg ugyanis a bedobást. Lisztes. Jól emeli ki Vince Ottónak. Vince Otto elveszíti. Krasszon. Kecskés. Vince Otto. Bedobás. Az Anderlecht javára. Lassan eltelik az első negyed óra, minden lényeges adat a képernyőn. De Bilde. Most magyar bedobás.
De Bilde, aki tavaly 21 góljával a belga góllövőlista második helyzetje volt, és az év játékosának is választották Belgiumban. A másik 9-es nyilas szerelte De Bildét. Kecskés megpróbálja megnyújtani Kuntics három védő gyűrűjében. Botremnél ez nem szabad rúgás. Babajáró. Buffen, már ott van Pálin. Nyilasban aked el a labda. Kereg Jannis. Buffen mutogat. Simon. Simon már megy is Préko mellé. Babajáró jött előre, és szabadon adhatja be. De Bilde, Perszável lő, megpattanó labda. Elhalt szerencsére. Hajdu felvehette. Helyzetecskének azért könyveljük el. Kuntics. Gól elfejeli Nyilas. Bele Perszávelbe. Préko. Telek érkezik. De Bilde, ez magas volt neki. Kuznyecov meg kiengedi. Itt van Préko. Az FC Hasufutól vették még 1990-ben. Gánai játékos 91-ben 17 éven aluli világbajnokságot nyert Gána színeiben. És hogy Luke Nilist eladták, úgy került a csapat közelébe Préko. Hajdu kirúgásával sajnos Kereg Jannis találja meg, aki belerúgott egyet Kopunovicsba. Zavacki és Nagy Zsolt, a két csatár, tartalék. Ők játszottak Brüsszelben is. Kopunovics lendületből. Lisztes. Lisztes még. Perszável sarkáról Nyilas gyűjti be a labdát. Nyilas. Kecskés. Nyilas. Kereg Jannis mellett megy el Nyilas. Bedobás lesz, ha kimegy. De nem megy ki. Kecskés visszafejeli. De Bilde. Kuznyecov szabályos, a Lisztes. Pálinga. Most mehet Kuntics. Babajáró érzékelte. Kuntics visszaszerzi a labdát. És most lefújt a Motrem. Volt egy kis rángatás is. Lassításból lehet látni. Motrem eddig nem vezeti rosszul a meccset. 19. perc, Válem indít. Kuznyecovra most Préko jutott. De Bilde. Jó kombináció, Préko esik el a labdában. Telek jó ütemű közbelépése után Kopunovics. Nincs senki elől Kunticson kívül, várni kell. Vince Otto. Most jövünk csak kijebb. Szépen megtartva a labdát. Lisztes Krisztián. Nyilas. Kuznyecov. Ő még nem járt az ellenfél tér felén ma. Kecskés. Na nézzük Kunticsot. Kuntics visszakanalazza, mert senki nem gondol. De Bilde egy kicsit eltaktikázta magát, de nem lett belőle baj, mert az, hogy Kuntics eléri a labdát, nem gondolták a ferencvárosiak. Babajáró. Perszável. Lendületből. De Bilde, Perszável, gólhelyzet! Megállt egy pillanatra az ütő mindenkiben. Kuznyecovban nem, ő mentett. Nyilas. Kirúgás. Krasszónak éppen ő lőtt. Perszável igazán nagy gólhelyzetet puskázott el. Nyilast kell egy picit ápolni, pontosabban ápolja saját magát.
Hajdú ezért is vár a kirúgással. Itt van az előző nagy gólhelyzet, Kuznecov bravúros becsúszással mentett. Válem. Pillanatra sem hagyhat ki a ferencvárosi védelem, Telek nem is hagy ki. Kopunovics felé a labda, Dol elfejeli. Ezek a hosszú indítások eddig nem jártak nagy eredménnyel, ha fölhozzuk a labdát, talán több hasznunk lesz belőle. Krasszón, ez viszont egy szép hosszú indítás Ferszávelnek. Babajáró. Válem. Átvette a játék irányítását az Anderlecht. De Bilde. Simon. Szépen lépett be. Babajáró, Dol. Ő nem olyan képzett, Boffen viszont az, úgyhogy le is kezelte a labdát nagyon jól. Válem. Ferszável. Vince Otto szorítja kijebb. Nem tudnak zavartalan előrejönni, és ez jó. Ferszável. Válem. Ők is megbecsülik a labdát. Babajáró. Most talán lehet valamit keresni. Kuntics rálép a labdára ügyesen. Háling. Itt lassan kocognak előre a mieink. Kuntics felgyorsítja. Páling. Les. Nem Páling, hanem Kopunovics volt lesen. De most Kopunovics futott a labda irányába. Úgyhogy ezt nem lehetett tétlen lesnek minősíteni. Itt lehet látni Kopunovicsot. Most meg visszafelé fut. Válem. Az ő feladata az Anderlecht középpályás sorának összefogása, a támadások szervezése. Grün. Válem. Kuznyecov. Vince Otto. Saját tér feléről indul Kuntics. Tehát De Wilde is ott van. Grün már veszekszik játékos társával, Dollal. Ez akár jó jel is lehet. Válem. Ügyesen mozgott keresztbe Préko. Simon próbálja becsapni. Simon feltartott ellenfelét. Simon, mint középpályás szűrő, nagyon jól működött Brüsszelben. Most, mint emberfogó, kétségtelenül nehezebb feladat előtt áll. Gyors, higany mozgású játékos Préko, aki még jól is cselez és jól is lő. Túl vagyunk az első félidő felén, 0-0-nál Válem a labda mögött. Lisztes és Kecskés a két tagú sorfal. Kuznyecov fejelte ki. Jó beadás, Krasszón jött előre, Kecskés is érezte. Vince Otto, Lisztes elől elrúgják, Válem még. Telek, oldalra, ez jó. Kopunovics menne érte, de Karagiannisé a labda. Válem kérte el. Válem ívelget rendületlenül. Ez kiment. Kis megnyugvás megint. Huszonnegyedik perc, gól nélküli állás. Őrzi idegenben megszerzett egy gólos előnyét a Ferencváros. Lisztes, Simon. Páling. Vince Otto hosszú labdát kap. Babajáró. Vince Otto megzavarja. Páling próbál rácsapni, nem sikerült, kiátszották Pálingot. Boffin. Karagiannis. Lisztes üldözi, Karagiannis jól tartja a labdát, és jön Krasszón. Pontos passzokkal jöttek előre. De Bilde. Lövőcsel. Hajdú. De Bilde nem tétlenkedik elől, hanem ha nem kap labdát, hátrajön és megpróbál egyéni betöréssel kapunk közelébe jutni.
előbb-utóbb az átlövést is meg fogja próbálni. Kuntic. Pálinc. Simon. Megint ő. Ez volt a kevésbé kockázatos Kuntic játékba hozatala. Simon, még mindig mehet tovább a játék. Lisztes, Simon most nem indult. Lisztes nagy gólpaszt adott Kunticnak Brüsszelben. Grün. Krasov. Az Anderlecht sem jön fejetlenül előre. Tudják, ha egyszer megugrik a Ferencváros és gólt rúg, akkor két gólt kellene rúgniuk az Üllőúton a továbbjutáshoz. Karagiannis. Telek. Megint szépen, okosan oldalra, Kecskés. Rékó zavar. Kecskés most rápázott arra, hogy nem akar felrúgni. Pálemlő. Fölé. Johan Válem. Egy paptanás után szúrta rá. A labda, amelybe egy nagyot rúg Hajdú Attila. Karagiannis. A 27. perc. Karagiannis kér elnézést. Néhány veszélyes lövése volt az első meccsen. Vince Otto kapja a bedobást. Még az övé, előtte belerúgott Boffenbe. Grün. Krasson. Kuznyecov, Prékót előzte meg. Kuznyecov. Kimbolt sajnos. Szitkozódik a közönség, de épp alattam történt az eset. Valóban kint volt. Karagiannis, Krasson. Kecskés. Telek. Nyilasnak hosszú a labda. Meg lehet szerezni Kapunovics. Szép fejes. Vince Otto. Vince Otto. Meglódul. Kecskésnek adja ott. Kapunovics felé a keresztlabda. Baba Járó. Boffen, Perszável. Boffen. Simon érkezik. Prékó mehet, nincs les. Kuznyecov beragadt. Prékó. De Wilde. Perszável. Lisztes csúszott oda. Gyönyörű volt. Pillanatra fellazult a ferencvárosi védelem. Korrigáltak a társak. Vince Otto. Jobb oldalt Nyilas. Bavajáró fejeli ki. Lisztes. Nevilde. Lisztes vágta középre a labdát. Hát, ha érkezik Kuntics vagy Kapunovics. Erős volt nekik ez a labda. Perszável. Itt lehet látni még egyszer, hogy elvetőbe véd, de Wilde. Perszável. De Wilde. Tele. Szabad rúgás a javunkra. Gilles de Wilde. Teleknek kutya baja egyébként, mert kétségtelenül eltalálta őt az ellenfél játékosa. Kecskés. Nyilas. Kuntics a les határon. Kuntics. Baba Járó szerel, Kuntics látványosat esett, nem volt szabálytalanság. Válem. Kuntics eddig kétségtelenül többet mutat, mint égtársa, csatártársa Kapunovics. Prékó. De Wilde. Prékó felé, Kuznyecov.
Rasson folyamatosan elől van, neki nincs embere, feljöhet. Pálink fedezte Boffent, meg a labdát is egyszerre. Babajáró és Doll vigyáz mindig. Itt van Bertrand Crasson, aki sokat jön előre. 71-ben született, ez a 38. európai kupa meccse. Van tehát rutinja. Telek. Túl vagyunk az első fél órán. Gól még nincs. Ami most kifejezetten nekünk jó. Telek. Lisztes felé. Grün. Fersável. De Bilda hagyja ott. Fersável. Valahogy Fersávelt meg kellett állítani. Kuznyecov fog sárgát kapni. Motren pontosan érezte, hogy Kuznyecov most nem a labdát szerette volna. Vagy a labda, vagy a baba. Fersável baba sikerült. Baba Járó és Kuznyecov révén két sárga laposunk már van. Az Anderlechtben is van egy-két jó szabadrúgás lövő. Válem is Crasson a labda mögött. Sorfalat is állított Hajdú Attila. Crasson. Kopunovicsról jön le. Az ismétlés, azt meg Nyilas vágja ki. Grün. Préko. Telek nagyon ügyesen, okosan csinálta. Nem akarta a labdát megszerezni, inkább ütközött a levegőben Prékóval, hogy a labda hat pattanjon ki. Itt van Telek András, aki a találkozó előtt, hát ha nem is beszédet, de egy kis kommunikét intézett a közönséghez, hogy ne legyen rendzavarás, sportszeren biztassák csapatukat a ferencvárosi szurkolók. Eddig nem lehet rájuk panasz. Telekre sem. Ő vágta vissza a labdát. Nyilas. Lisztessel. Lisztes. Szépen tovább. Simon. Ferencváros szándéka egyértelmű, nehogy fellazuljon a védelem. Jöjjön inkább az Anderlecht. Válem. Ők jönnek is. Kuznyecov. Ez volt a legbiztosabb megoldás. Szergej Kuznyecov. Kereg Jannis dobása. Doll. Válem. Grün. Újra Doll. Crasson. Crasson. Kecské is csúszott be jól. Szöglet. Azzal, hogy Préko előre tor csatárt játszik, a jobb oldalon, amolyan felfutó középpályásként Crasson szerepel. 34. perc, eddig még nem volt szöglet a meccsen. Most rúgja az elsőt Válem. Préko fejjel. Hajdu kint fogta már meg, újabb szöglet. Nézzük meg még egyszer. Kecskésen pattant meg a labda, és Hajdú valóban jóval a vonalon túl fogta meg. A túloldalról Versável. Ezúttal is a hosszú oldal. Grün fejéről került tovább Nyilas. Ez Baba Járó, aki ott emelget. Simon ugrik és fejel. De Bilde. Pálingról pattant Kuntichoz. Kuntich nagyon magányos. Hát védő van ott. Kuntich. Jobbján Vince Otto, középen Kopunovic. Kopunovic kap nagy labdát. Na! Ajj! Súrolta a kapufát. Nagyon szép kontratámadás volt. Kuntich érdem elsősorban, aki végighozta a pályán. Kicsit éles a szög, de elvállalja Kopunovic. Nem sok hiányzott.
hozzáért a kapus, de Wilde. Szöglet. 35. perc, Nyilas. Jó! Újabb szöglet. Belga fejéről, Baba Járó fejéről csúszott tovább a labda. Nem Baba Járó volt az, hanem Boffel, aki majdnem bevette saját kapuját. Baba Járó csak magyarázott utána. Hát most már minimum annyi gólhelyzete volt a Ferencvárosnak is, mint az Anderlechtnek. Kecskés. Rövid sarok felé, Boffen, ezúttal kifejelte, Nyilas ugrik, nincs les, Kopunovic, de volt les. Nem hallottam a nagy hangzavarban a sípszót, egy pillanatra játékosok sem. Itt van, hát ez valóban les volt. Nagyon jó szögben volt most a kameránk. Préko elhozza Telek mellett, de már ott van Simon is. Perszável! Perszável úgy negyed óránként rámi ezt. Mellen levette a labdát, és Kuznyecovról került ki. Préko szépen tartotta meg, és Perszável nem tudom honnan bukkant oda. Szöglet. Brünn fejel. Notrem megmutatja a belgáknak, hogy ez a labda úgy ment ki, hogy nem ért hozzá senki. Nézzük. Ez a labda úgy ment ki, hogy nem ért hozzá senki. Pálink. Nem volt rossz elképzelés, hogy megkerülje a labda Boffen, csak ráesett Pálink fejére. Bálem. Boffen. Szabadrúgás, jogos. Nyilas tudta, hogy Boffen nem szabad, hogy lendületbe jöjjön. Megismételteti Notrem. Most már jó helyről végezte el. Bálem. Grün. De Bilde. Telek. Pálink. Válemhez. Grün van elől. Ferszávelnek készítik le. Boffen lőtt mellé. Danny Boffen. Természetesen ő is válogatott játékos. 25-ször volt válogatott. 30 esztendős már Boffen. Kecskés. Belelépett Krasson. Kopunovic és Dol kakaskodik. Ez Krasson, akiről kiment a labda. Kopunovic. Jól fedezi. Lisztes. Lesre játszana az Anderlecht. Lisztes észreveszi, hogy Pálink nincs lesen. Ügyes! Kuntic! Picit volt hosszú, Baba Járó. Grün. Egyenrangú ellenfel az Anderlechtnek a Ferencváros. És mi kint tudtunk egy gólt rúgni. Válem. Ez kecskésé. Simon. Telek. Hoppá, nem figyel senki, csak Boffen. De Wilde ugyanis a kapus. Lisztes emeli. Ez most nem volt fölöslegesen felemelt labda, ki kellett hozni a bolyból. Vince Otto. Könnyelmű volt Vince Otto. Vince Otto nem érzi még a játékot. Válem. Hajdú. Szabadrúgás, Préko lökte Hajdút.
alig több mint 5 perc van hátra az első fél időből. Baba Járó fejéről került hátra Grün. Szkenezés volt, de Bilde. Nem volt szándékos, le akarta kezelni a labdát, csak nem sikerült. Kuznyecov. Baba Járó. Föl a légtérbe, Pálink ugrik. Perszável. Regiannis, Bofén. Kuznyecov, Kuznyecov a Ferencváros egyik legjobb embere. Micsoda labdát ad Kapunovicsnak, be lehet sétálni a kapuba. Kapunovics! Őt is bosszantja. Legközelebb biztos bemegy. De remélem legközelebb még ezen a meccsen is lesz. Ennél pedig nem kell nagyobb helyzet. Perszável, Krasszom, Kuznyecov, megint jó helyen áll, Kuznyecov mindig jó helyen áll, érdekes. Vince Otto vétett el. Lisztes. Nyilas. Kuntics van középen, Nyilas egyedül. Igen, 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 nem. Belilde felszedte. Parázs a félidő hajrája. Telek. Vince Otto. Most jó a továbbítás. Kecskés. Belelépnek, Lesről jött vissza Nyilas. Nem is erőltette a játékba avatkozást. Krasszón. 3 perc van hátra. Karagiannis. Bofén csúsztat. Szöglet lesz. Nem Hajdú ért hozzá, hanem az egyik védő. Ha hozzáért ugyan Telek. Változatos, érdekes, jó a mérkőzés, csak ne kéne annyira izgulni. Válem. Pálink helyezkedett a rövid saroknál. A szögletet bedobásra cserélte az Anderlecht. Itt van Pálink Zsolt. Fáradhatatlan. Krasszón dobhat nagyot. Kecskés. Ott van még. Kuznyecov. Kuznyecov, ha kell, a legegyszerűbb eszközöket alkalmazza. De néha a legegyszerűbb eszközöket kell alkalmazni. Válem. Kirúgás. Hát lassan letelik az első félidő. 0-0. Kopunovics két helyzete. És Bofén csak nem öngolja az egyik oldalon. Perszável lehetőségei a másikon. Baba Járó. Perszável. 0-0 a találkozó állása. Karagiannis, Krasszón. Simon csúszott be, de Bildének. Simon is kap egy sárgát. Ebben vezetünk. Szigorú tekintettel Simon. Valóban szabálytalan volt Simon, hát ezt azt hiszem nehéz lenne elvitatni. Még van idő erre a szabadrúgásra. Az utolsó perc a rendes játékidőben, az első fél időben. Válem. Szépen fejelte ki a labdát Telek. Telek szokásos formáját hozza. Baba Járó. Perszável. Baba Járó.
Perszával többet nyújt, mint Zetterberg az első meccsen. Grün. Lisztes. Megvan, Kuntic. Kapunovic. Vince Otto. Rövid kecskésnek. Préko nagyon gyors. És már benne a 16-oson. Boffen előtt suhant el a labda, de Boffen is nagyon gyors. Boffen. Kuznyecov fejeli ki. Baba Járó jön érte. Nyilas. Ez már a 46. perc. Nincs tovább. Kiegyenlített, mozgalmas, izgalmas mérkőzésen. Gól nélkül. Ferencváros Anderlecht 0-0. Kuntic egyszer Brüsszelben lőtt gólja, eddig továbbjutást ér a Ferencvárosnak, de nagyon nehéz 45 perc, még hátra van. Most a szünet következik. Határozhatná, megnyugodhatnának a klubvezetők, de 45 perc minimum hátra van. Ne a vészmadár szóljon belőlem, de csak a rendkedvéért, amennyiben 1-0-ra nyer az Anderlecht, úgy hosszabbításra kerül sor, 2x15 perces hosszabbításra, de erre egyelőre gondolni sem merjünk. Kapunovic nem cserélt egyébként a lila-fehér csapat sem. Kuntic. Szépen húz el Kuntic. Kuntic. Baba Járó kíséri Kunticot, aki most bajban van. Úgy, de szépen hozta ki a labdát viszont Kuntic. Nem sikerült a középreadás. Kuntic nagyon jól játszik. Perszável, Nyilas, megvan, Simon, elszánta jön ki megint a Ferencváros. Simon buktatta Válem. Simon és Válem megbeszélik. Pedig Válem, hogy nem a labdát akarta elrúgni, efelől kétségem nincs. Sárgát talán kaphatott volna, de soha ne legyen nagyobb bajunk, mint hogy most nem kapott. Lisztes. Az ő megugrásai egyelőre hiányoznak, de nagyon szorgalmasan játszik Lisztes. Válem is szorgalmas. Kuznyecov és De Wilde. De Wilde nem szívesen fog Kuznyecovra emlékezni. Ha valaha eszébe jut egyáltalán. Nem is itt annyira meg a nevét, de az, hogy volt egyszer Ferencvárosban egy játékos, aki mellett nem tudtam mit kezdeni, sem a labdával, sem a labda nélkül, akkor beugorhat neki Kuznyecov neve. Krasszon kocog ki, hogy elvégezze a pardobást. A második percben járunk, a második fél időben. Préko. Krasszon. Boffen. Páling. Perszável Lisztes. Ezek azok a Lisztes megmozdulások, amik nagyon jók, és most Vince Otto továbbítása is kitűnő. Kapunovic. Rávezeteti Grünre. Kapunovic. Grün nagyon jól szerelt. Kapunovic lemarad. Grün már nem olyan gyors, soha nem egy villámléptű játékos volt, ezt be kell vallani. A nagy rutinja van, jól helyezkedik, és egyszerűen tudta, hogy Kapunovic merre akarja elvinni a labdát. Kecskésnek is volt sejtése arra, hogy Kasson mit akar. Feltartásnak minősíti meg mozdulását. Matrem. Válem a labda mögött. Még 42 perc van hátra. Még kimondani is borzasztó, hogy milyen sok. Baba Járó. Lisztes. Baba Járó. Nyilas is odalép, Simon. És most saját térfeléről meglódul Kuntic. Középen Kapunovic és Vince Otto, és nincs védő. Kuntic nem tudta áttenni ezt a betyárját, Doll. Kuntic most viszont beadja a kapus kezébe. Micsoda lehetőség lett volna. Kuntic egyébként annyira eltalálta Dollt, hogy lemarad. Préko. Kapunovic, Lisztes. Kis területen jól. Lisztes. Vince Otto kiugrásra kész. Belelépett Karagiannis az indításba.
Perszável, Lisztes szerzi vissza. Agresszíven kezd a Ferencváros. Kopunovics. Lisztes. Na! Ezúttal Grünben akad el. Kopunovics a harmadik gólhelyzete lehet. Kuntics. Kuntics leszi be. Gól! Gól, gól, gól! Kopunovics! A harmadikat berúgta. Képesztő öröm tör ki. Tüzek gyúlnak a lelátón. Kopunovics szinte sír örömében. Vezet a Ferencváros. Nem tudom, hát nem lehet már innen elbukni. Kopunovicstól indult négy elől, négy támadó elől. Lesről szó nincs egyébként, mert a képernyőn nem látszik, gól is bent van. És be a léc alá, ezt nem lehetett védeni. Itt van bent szegény Doll, de egyébként sem lett volna Les, mert ott van Baba Járó és Kuntics pontosan középre. Kopunovics meg megtanulta a szünetben, hogy hogyan kell a helyzeteket kihasználni. Kopunovics közben kapott egy sárgát, ha jól láttam. Itt a gól még egyszer. Gorán Kopunovics. Kell rúgni az Andernek, hogy tovább jusson. Simon. És most már még inkább megjogolhat a Ferencváros. Magyar megavás. Nem lesz könnyű. Változatlanul mondom, hogy nem lesz könnyű, de csitt. Majdnem azt mondtam, hogy nem lehet baj. Simon nem találja a labdát. Győződésem, hogy pontosan tudta, hogy hol van, de hát minek kapkodjon. Vince Otto. Ütközik. Szabadrúgás, Perszável javára. Válem készülődik. Sokan vannak. Kuznyeszov rúgta el a labdát. Boffin. Pálink fejeli ki. Nyilas. Nagyon szépen. Vince Otto és megint mi vahatunk létszám fölényben. Les. Les. Doll lépett ki jó ütemben. Kuntics maradt Lesen. Igen. Perszável. Válem. Hetedik perc a második félidőben. Johan Válem. Sokan Sífóhoz hasonlították, messze van még játéktudásban tőle. Pedig ezt nem akárki, Folvány Himst mondta. Valahelyért legnagyobb belga játékos. Vince Otto. Páling. Tovább pöcköli még. Baba Járó. Perszável átpattan. Vince Otto. Nyilas. Lisztes már segít. Simon. Lepattan róla Karagiannis. Simon dekázgat, trükközik. Ehhez is ért, úgy látszik. Simon. Kuntics birkózik. Övé. Kirúgás. Baba Járó is oda tette magát, ahogy mondani szokás. Pattogott labdával végezte el a kirúgás, de Lilde. Ez a kukorica, ami pattogatott, de a Ferencvárossal ma még nem lehet kukoricázni. Hajdú. Telek. Páling. Nyilas. Simon. Szabadrúgás. Válem és Simon megint megbeszéli. Grün jön előre. De Bilde. Kim van.
Telek úgy állt, hogy visszafelé nem hozhatta a labdát be Bilde, amerre meg vitte, arra meg ott volt az alapvonal. 9. perc. 1-0 Kopunovics góljával. Most már biztos, hogy hosszabbítás nem lesz. Grün. Boffen, Kuntics. Hajszál hiányzott. Grün megint. Most már csak Baba Járó van hátul, Kuntitsra vigyáz. Doll is mondjuk hátra csatlakozott, Préko meg elől a labdával. Grün. Kockáztatnia kell az Anderlechtnek. Ez adhat nekünk esélyt. Lisztes sprinttel. El is éri a labdát. Krasson üldözi. Üldözés eredménnyel járt. Valem. Préko. Tecskés volt, szabálytalan. Rendben van, tudomásul vettem, ha még egy ilyen sárga, mutatja Kecskés. Ez még azért elég messze van. Kecskés jól tudta, hogy hol a határ, hol lehet még szabálytalankodni nagyobb baj nélkül. Ez mint egy 30 méter, és bármilyen sok jó szabadrugás lövő van az Anderlechtben, ezt nem lehet kapura lőni. Nyilas fejeli ki. Baba Járó. Doll. Buffen. De Bilde. Szépen tolta meg. Valem. Újra De Bilde. Simon. Simon nem játszott rosszul az első fél időben, a második játék részre azonban csak javult. Valem. Még egyszer meg kell csinálni ezt a szögletet. Magyarul meg kell ismételni. Hajdú. Ki lehet dobni? Kopunovics. Kuntics középen, Nyilas a hosszú oldalon. Kopunovics megáll. Kecskés. Újra Kopunovics. Tehát már Boffen is ott van, nem tudom mit keresett a jobb hátvéd posztján. De szerelt. 12. perc. Kecskés dob. Vezet a Ferencváros Kopunovics góljával. Lisztes. Vince Otto. Kuznyecov. Nem jól találta el Simon. Vince felé Grün. Valem veszi le jól. Boffen. Boffen nem nagyon villog. Az elsősorban annak tudható be, hogy Páling jól játszik. Perszávelt szereli Simon. Boffen indít. Telek. Aki gurul, kigurul, de nem gurul. Hajdú jött. Simon. Nyilas. Nyilas. Valem volt szabálytalan. Cserél az Anderlecht. Méghozzá kettős csere. Miközben a szabálytalanságot látjuk, azt konstatálhatjuk, hogy Filip Hagdaren 13-assal és 14-essel per Zetterberg is pályára lép. Perszável és Krasson jött le. Perszável meg is sérült egy picit. Jean Dox és a szaktanácsadó, a technikai tanácsadó a Marseille-el Becket nyert, Götals is mutogat. Zetterberg, Páling, Nyilas, Doll, Vince Otto értemegy, Nyilas. Most rossz megoldás volt. Nagy Zsolt megy el melegíteni a Ferencvárosban. Préko, Telek. A hatodik belga szöglet következik. Kuznyecov most lemaradt, de hát azért van Telek a söprögető, hogy odaérjen, hova kell érni.
most a csere a magyar csapatban. Az elfáradt, sokat hajtó, goltrúgó Topunovic jön le, csókot is dob. Nagy Zsoltán a helyére. Topunovic megtette a magáét. Nagy Zsolt játszott Brüsszelben is, nem is rosszul. Válemszögletet. Telek fejeli ki. Válem. Telek megint. Hágdoren. Ez is szöglet. Nem kirúgás. Itt van Filip Hágdoren, aki néhányszor beállása után megtréfálta a magyar védelmet Brüsszelben. Csatár, vagy néha középpályás, most Krasson helyén a jobb oldalon szerepel. Simon. Páling, Boffin, Simon, Zetterberg, Boffennek, Zetterberg jól lát a pályán. Telek, ez kimegy. Préko, Boffin, megvan Hajdúnak. Egy csapat, a svájci Grasshoppers már bejutott a legjobb 16 közé a selejtezőből, kapom a Westelpress hírt. A Maccabi Tel Aviv otthonában 1-0-ra nyert a Grasshoppers, és 2-1-es összesítéssel tovább került. És most a Ferencváros is továbbjutásra áll. Nagyon is. Grün. Baba Járó. Préko, Zetterberg, Hágdoren, a két csere játszik össze. Hágdoren, Lisztes. Nyilas. Már lefújt a Motrem. Lisztessel szemben jön, hogy szabálytalankodott Hágdoren. Bár Nyilas tovább vitte a labdát, Motrem jobbnak látta megállítani a játékot. Itt van a szabálytalanság. Telek szabadrúgása. Nagy Zsolt nem ért még labdához. Válem. Préko. Kuznyecov. Les Kuntics lesen volt. Gyorsan elvégzik a belgák a szabadrúgást. Őket most már sürgeti az idő. 28 perc van hátra. Nagy Zsolt most viszont labdához ér, és meg is szerzi. Vince Otto, ez jó csel volt. Nincs kit játékba hozni. Simon. Vince Otto is összekapta magát. Les megint, Kuntics. Zorán Kuntics. Válem. Karagiannis. Telek. Simon. Páling. Lisztes. Kuntics lesen volt. Ha Kuntics nem indul a labdáért, hanem hagyja, hogy Nagy Zsolt menjen érte, akkor nem les. Kuntics viszont háttal állt Nagy Zsoltnak, és ezt nem tudhatta. Grün. Préko ad be. Páling. Nem baj Zsolt. Nem baj. Ilyen van. Válem végzi el a szögletet. Grün fejjel Nyilas bólintja ki, hogy csak fehérmezes. Zetterberg már emeli is vissza Grün felé. Kecskés. És most Nagy Zsolt, Kecskés, majd újra Nagy Zsolt lett volna, ha jól lett volna a labda. Nagy Zsolt azonban megszerzi, 2-1 ellen, Nagy Zsolt, középen Kuntics, Nagy Zsolt át kéne tenni, Nagy Zsolt egyedül. Ha passzol.
Baba Járó, Simon, De Bilde, Rócsellel, Nyilason is átmegy, De Bilde, Telek, Vince Ottoért vissza, Karagiannis, mindent egy lapra feltesz az Anderlecht és rohamoz, Válem, Telek, visszarántotta őt, gól, megadta a játékvezető. De Bilde kiegyenlített. Szerintem szabálytalan gól volt. 1-1. Teljes letargiában mindenki. Erre nem számítottunk. Nézzük csak meg. Szerintem ez egy visszahúzás. Hát ez akárhogy nézzük. És aztán Hajdút megelőzte De Bilde. 1-1. Les nem volt. Simon most kocog ki. Ez szabálytalan volt. Csak nem összetörni. 25 perc van hátra. Kopunovics és De Bilde góljaival 1-1. Hágdoren. De Bilde. Még ő. Zetterberg. Boffen, Zetterberg, Páling. Kuntics elől, Grün. Karagiannis, Grün, Zetterberg. Boffen, vérszemet kaptak. A közönség érzi ezt, és most támogatja a Ferencváros, különösen. Szabadrúgás. Kecskésnek kap egy sárgát. Pecskés Brüsszelben is kapott. Még mindig egy kicsit nem tértem napirendre a gól fölött. Nem tudom, hogy nem láttam ott rám. Szerintem visszahúzás volt. Válem a labda mögött. Hajdú, megvan, úgy van. Karagiannis ólálkodott ott Hajdú közelében, belga részről. Baba Járó fejel. Kuznyecov. Simon. Már most saját térfelünk közepén letámadnak a belgák. Kuntic el tudta pörgetni Baba Járó mellett. Baba Járó is néha kihasználja a testi erejét, fogják egymást, és Baba Járó javára ítél napra. Goll! Hágdoren, De Bilde. Vince Otto szépen, Kecskés. Nagy Zsolt nem tudott érte menni, most lehet az egy kicsit sajnálni azt az elpuskázott helyzetet az előbb. Ennyivel más lett volna, ha 2-0. Nyilas! Jó labdaszerzés! Nyilas, jó csel! Meg kell tartani, hát nincs elő senki, csak Kuntics. Nyilas tudja. Kecskés, Nyilas jól játszik. Kuntics lesen, de egyébként is befuthatatlan volt ez a labda. Épp az első fele eltelik a második félidőnek, amikor is 1-1 Kopunovics és De Bilde góljaival. Válem, Baba Járó, Simon, Boffen átjön rajta, Telek, Doll, Baba Járó, Válem, De Bilde, Hágdoren mögé, De Bilde még, Hágdoren veszi át, Telek. A bekapott gól óta nagyon nyomnak a belgák. Itt van Telek András, és De Bildéről most már nem csak az az emlékünk lehet, hogy Kuznyecov leveszi őt a pályáról, hanem az is, hogy rúgott egy gólt. Válem szöglete. Pálint tette ki. Dol van egyedül hátul, ő megy a labdáért.
Grün, Vince Otto, Listes, hozzájuk pattant Karagiannis, Nagyolt, szép volt, Nagyolt még, mehet tovább a játék, Listes, most már nem mehet tovább, ez így nem mehet tovább. Listes került a földre Dorjó voltából. Nyilas. 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 Még egy csel. Ott van Vince Otto, meg Babajáró is. Lehetőség volt ez is. Vince aztán szabálytalan. Rálem. Réko. Réko még? Hajdu öklöz. Zetterberg érkezik. Hajdu fejjel. És de Bilde. Ő már eltörte a labdát. Nem kell, nem kell ez. Kuntics, nem jön be a sarkalás sem. 20 perc még hátra van. De lassan megy. Réko. Telek, úgy van. Hatalmas Manci kiáltás a lelátóról. Manci tudta a dolgát. Doll. Zetterberg. Listes, megvan. Nagy Zsolt. Nagy Zsolt. Kuntics felé les. Kuntics sokat van lesen. Jól működik a belga les taktika. Válem. Réko, fölé lett ő is, Simon szerelt, Nyilas. Nem lehetett Kuntisnak adni, Kuntis megillesen volt. Doll, Simon, Háling rúgja vissza. Nehéz, nehéz ügy ez, de hát tudtuk. Grün, Hagdoren. Válem. Simon. Magának fejelte. Babajáró. Válem. Réko. Boffin beindul. Boffin. Lefújt a motrem, de Bilde lerántotta ellenfelét. Nem akarok párhuzamot vonni a gól és e között a jelenet között. Zsilde Bilde. És Hajdu Attila, akinek már bravúrra is szüksége volt ahhoz, hogy csak egy-egy legyen. Csere. Vince Otto jön le, és 15-össel Zavacki. Nyilas kér vizet, Vince Otto meg leballag, Kuntics is frissíti magát. Zavacki előre megy a csatársorba, és Nagy Zsolt jön vissza középpályásnak. Zavacki játszott Brüsszelben is, labdához ugyan nem ért, most viszont igen, Kunticsot hozta jól játékba. Kuntics. Nagy Zsolt. Zavacki. Kipöckölték előre. Zavacki például tavaly a kek meccsen a Porto ellen hazai pályán gólt rúgott. Válem. Simon. Még mindig de Bilde. Most már Telek. Szabadrúgás, jogos. 29. perc, Simon kapja. Páling. Nyilas. Most megint egy kicsit följött a Fradi. Nyilas. Még a miénk. Nyilas. Nyilas még. Szabadrúgás. Karagiannis volt szabálytalan.
Nyilas nem szabadult a labdától, de igazán nem tudott volna kit játékba hozni. Nézett balra, nézett jobbra, rálépett a jobb lábára Craig Yannis. Harmincadik perc. Nyilas és Kecskés is vállalná. Veszedelmes szög. Kecskés. Bele a sorfalba. De Wilde jön érte. Telek vissza. Így les. Páling lesről jött vissza. Válem. Baba Járó jobb teljesítmény nyújt az Anderlecht, mint Brüsszelben. Ferencváros hozza magát. Zetterberge. Telek. Lisztes veszi le. Szép. Lisztes. Zavacki. Zavacki. Megpróbál elmenni Baba Járó mellett. Zavacki szabálytalankodott. Negyed óra van hátra. 1-1. 2-1-es összesítéssel egyelőre a Ferencváros a továbbjutó. Préko. Préko. De Wilde felé. Páling. Válem. Nem lövi. De Wilde. Válem. Boffen húzta kapura. Precízen szólva kapu mellé. Zúga mindent bele. Tényleg mindent bele. Zetterberg nyilassal ütközik. Zavacki. Meg lehet szerezni Páling. Így van. Zavacki. Zavacki. Megpróbálja kihozni Kuntics. Baba Járó kezéről. Mehet tovább. Válem. Telek. Simon odaér. Nyilas. Simon, Nyilas. Zavacki. Szép csel. Simon jön előre. Nagy Zsolt felé. De hát De Wildének csak ki kellett jönnie. Hagdoren. Zetterberge. Hagdoren. Válem. Visszazárkózik a Ferencváros, csak Kuntics van elől. Többiek mind védekeznek. Hagdoren, Kuznyecov. Kuznyecov, mintha a Vidán Parkban sétálgatna. Békésen. Kint volt kirúgás. Simon még belefejelt, mint aki nem hallotta a sípszót. Hadd menjen a labda minél messzebb. Kint volt a labda valóban. Baba Járó hozta vissza Hajdunak. 33. perc vége. Bő 12-vel hátra. Az FTC továbbjutásra áll. Zetterberg. Hagdoren. Jaj, Préko elől, Simon. Fenyegető volt. Megint jönnek a fehérek, a lila fehérek. Zetterberg. Állandósult most már a belga nyomás. Szinte mindig a mit ér felünkön a labda. Kuznyecov megmozdulását mit éli szabályellenesnek Matren.
Málem mutogat. Ő fogja elvégezni a szabadrúgást. 35. perc. Azaz a 80. Hágdorany csak elfut, Málem. Köszönjük szépen. Málem nem érti. Krisztes megvigasztalja. Babajáró fejjel, Nyilas, Páling, csak bele tudott rúgni, Válem, már ott van Nagy Zsolt, Válem már becsapta őt, aztán Zavadzkin is átemel, Babajáró, Grün, Zetterberge, Grün jön előre sokadszor, Telek, Kuntics egyre kevesebb megjátszható labdát kap. Pontosan 10 perc van hátra. Grün. Kuznyecov oldalra, kecskés. Zavadzki. Ügyes. Kereg Jannis szorongatja. Bedobása. Zavadzkinak volt néhány nagyon ügyes megmozdulása. Dobás mutatja Matrem Kecskésnek. Kecskés így kézbe veszi a labdát. Zavadzki. Kecskés. Újra Zavadzki. De Vilde. De Vilde jó kapus. Telek. Hazafejeli. Hajdú. Tapsol a közönség, tapsol Simon. 37. perc. Karagiannis. Zetterberge. Kijön rá Kuznyecov. Válem, ügyesen, Zetterberg. Babajáró, ő is előre jön. Préko. Nyilasról pattant ki. Nagy Zsolt jön érte. Lisztes. Hárman három ellen. Lisztes. Meghúzza Karagiannis mellett. Lisztes. Lisztes még. Fel se tudják rúgni. Lisztes is cselez. Dühítő. Egyszer Nagy Zsolt, egyszer Lisztes. Passzolni is lehet. Válem, ő passzol. De Bilde nagyon gyors. Hajdú, Préko elől. Kecskés. Át lehet rúgni a túloldalra. Úgy van. Kuntics nincs lesen. Kuntics nincs lesen. Jön a kapus fejjel. Nagy Zsolt. Nem, Babajáró. Előbb ért oda. Grün. Babajáró. Préko. Hágdoren. Meglódul. Préko. Páling. Jaj, de szép. De Vilde. Hajdú. Telek. Körülbelül 20 000 kő zuhant most le az Üllői útra. Hajdú hárított. Páling nagyot mentett, de nem tudta emberhez rúgni. Ezúttal Kecskés. Mindig ott van egy magyar láb. 7 perc van hátra. Ki kell bírni? Válem. Nyilas. Nem tudta elfejelni. Boffin. Ő inkább beemeli. Grün fejel. Lisztes. Babajáró. Simonban akad el. Hajdú öklöz. Egy lövés. Még mindig ott van. Vágjuk már ki. Zavadzki. Így van. Nem szabadult föl tartósan a kapu. Boffin. Már emeli is vissza. Kuznyecov. Hágdoren veszi le. Ég felé néz mindenki, onnan várunk segítséget. Saját magában bízhat inkább a Ferencváros.
helyzetek sora most már a magyar kapu előtt. Perc. 360 másodperc. Dol, Kuntics, menjünk oda. Kuntics, ott van még, ott van Zorán Kuntics, gól helyzetben Kuntics. De Vilde. Jó kapus, nagyon jó kapus. Hajdú is a szerencsére. Simon. Minden eldőlhetett volna. Kuntics nem megy a labdáért, mert lesen van. Babajáró. Bálem. Hajdú jön. Övé. Zavacki! Babajáró odaért, Zavackié még a labda. Tehát Zavacki még egyszer. Zavacki. Lisztes kérte volna. Kirúgás. Harminc másodperc telt el a második fél időből. Csere. Most már bejön Bosman. 15-össel Karagiannis helyett. Előre fogják ívelni a labdát, biztos vagyok benne, Bosman nagyszerűen fejel. Bálem, már jön is. Bosman fejel. Kuznyecov, mindent megpróbálnak a belgák. Új labdát kér Matrem. Jobban állnak cserékkel, ez nyilvánvaló, de mi meg jobban állunk. Összesítésben 2-1, ezen a meccsen 1-1. Zetterberge. Nem volt semmi. Nyilas. Kicsit hosszantolja meg. Babajáró odalép. Mehet tovább a játék. Zavacki. Zavacki. Babajáró megint odalép. Simon. Ő is odalép. És Kuntics. Nem. Dol. Dol lett most. Dol teljesen egyedül van hátul Kunticsal. Egy az egyben talán megverhető, ha lesz rá esély. Válem. De Bilde, közben még egy labda a pályán. Telek! Kuntics és Nyilas elől. Menjél, Manci, bíztatják. Nyilas. Nyilas, egyedül kell megoldania. Nyilas, elesett. Nyilas pedig nem kertette a meccsen elesett emberbe nyomását. Zetterberg. 3 perc a rendes játékidőből. Válem. Préko fejel, Simon ütközik, Boffin, De Bilde, Hajdú. Hajdú, ha kijön, nem kell izgulnunk. Eddig mindig megszerezte a labdát. Zavacki. Nálunk a labda. Zavacki tartja. Kecskés. Lisztes megy érte. Előnyösebb helyzetben Dol haza is fejeli. Már mindenki visszazár. Préko. Hajdú kiengedi. Így van, mert akkor még el kell menni a labdáért, meg kell fogni, le kell rakni, meg kell nézni, hogy kinek lehet kirúgni. Magyarul telik az idő. 2 perc. Ennyit kell kihúzni. Koponovics és De Bilde, két gólszerző, egy idegenben 1-0-ra nyert a Ferencváros. Mindenki talpon az üllői úton. Zetterberg, Kuntics, Nyilas. Így van. Zetterberget nem tudta megkerülni. Jó volt az elképzelés. Dol erejéből futja egy cserre. Boffin. Hajdú jön. Telek helyez vissza egy gyeptéglát. Örjöng a közönség. Van is miért örjöngeni, teszem hozzá. Dol. Boffin. Kuntics megszerzi. Páling. Kuntics.
Kontics cselezget, de milyen jól. Nagy Zsolt, nincs les. Nagy Zsolt beviheti a 16-oson belülre, középen többen. Nagy Zsolt egy csel, még egy. Eltalálta Baba Járó Pálint. Gólhelyzet maradt ki a 89. percben. Nyilas visszaszerzi a labdát. 50 másodperc a tiszta játékidő, de ez nem tiszta játékidő természetesen. Kecskés, nem kell cselezgetni, meg kell szabadulni a labdától. Kecskés, rossz volt a passz. Grün, felborultak a posztok, mindenki támad, mindenki védekezik. Bosman, Telek, picit kivillentett egyensúlyából Prékót, és most versenyt fut vele. Simon, ő hozza el. Kuntics a saját tér feléről indulhat. Kicsit lassú a labda, Kuntics megszerzi. 20 másodperc van hátra a rendes játékidőből. Kuntics, tőle nehéz elvenni. Kuntics még. Telek, menj a sarokba, mutatja. Bedobás. Mindenki időt reklamál. Letelt már a rendes játékidő. Pálinknak azonban még van egy dobása. A Fradinak meg lehet egy nagy dobása, bejutni a Bajnokok Ligájába. Nagy Zsolt! Mehet tovább a játék. Zetterberg zavartalanul hozhatja át a középpályán. Zetterberg, 91. perc. Páling, Nyilas veszi mellre. Kuznyecov emeli föl, Lisztes. Grün fejelt, Simon rúg bele, akkorát, amekkorát csak tud. Botrán még nem fújta le. Miért nem fújja le? De Wilde. Még egy ívelés. Telek fejel. Visszaemeli Válem. Ugrik Kecskés. Elfejeli. Lisztesé lehet a labda. Kiviszi a semleges sarokba. És megpróbálja pénzverbébe rúgni. Ez nem sikerül. Onnan labda most vissza nem kerül. Ebben biztos vagyok. Új labdát kér Botrán. Jön az új labda. Baba Járó, 92. perc. Motremnek le kellene fújnia ezt a meccset. Persze voltok a hosszabbításra, ismerjük el. Nem tudja kinek dobni a labdát a belga játékos. Zetterberg kapja meg. Mintha a kezére pattant volna. Hágdoren. Ő volt szabálytalan. Ő volt szabálytalan. Lefújta az akciót Motrem. Kéz mozdulataiból vélem ezt felfedezni, a sípszót nem hallottam. Szabad rúgás a magyar csapat javára. Láttuk is, hogy miért. Zeng zúga, hajrá Fradi. És Botrán kézbe veszi a labdát, ami azt jelenti, hogy vége. Most már tényleg vége, de nem a Ferencváros kupa menetelésének. Kopunovics és De Bilde góljaival Ferencváros Anderlecht 1-1 itt az Üllőjúton, és mivel Kuntics góljával Brüsszelben nyert a Ferencváros, az utóbbi 10 év legnagyobb magyar kupa sikerét érte el a Fradi. Elképesztő boldogság, bár a nézőknek nem lehet berohanni, de természetesen jönnek a fotósok is. Fantasztikus a hangulat, megérdemelte a továbbjutást a Ferencváros. Csodát tett Brüsszelben, és a csodát megismételte.